Életműdíjat kapott Keserű Ilona a Magyar Festészet napja alkalmából a Szegedi Reök Palotában. Keserű Ilona a Pécsi Tudományegyetem rajztanszékének tanszékvezető egyetemi tanára volt. Ő alapította a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskolát, azóta professzor emerita az egyetemen. 1984-ben munkácsi díjat kapott, 1989-ben érdemes művész lett, életművel ismeréseként és a művészetoktatásban elért eredményeiért 2000-ben Kossuth ismerték el. 2007-ben Hazámdíjal, 2009-ben príma díjjal tüntették ki, 2011-ben pedig megkapta a szülővárosa díszpolgári címét.